Sziasztok! Üdvözlök benneteket ismét a csatornámon. A mai nap magát a Canvát fogjuk egy kicsit részletesebben átnézni. Hogy mi is a Canva? A Canva egy grafikus tervező alkalmazás, ahol gyakorlatilag a mindennapjainkhoz szükséges grafikai tartalmakat, közösségi média posztokat, marketing eszközöket tudunk megtervezni. A Canvának van egy ingyenes és van egy előfizetéses pro változata. És amint láthatjátok, szerencsére már magyar nyelven is elérhető. A belépés után ez a felület vár minket, ahol láthatjuk az előre elkészített templéteket, amik közül választhatunk. Van a javaslatok, a gyakorlatilag a Canva által legutóbb használt mintákat hozza be. Választhatunk prezentációkat, prezentációt, beszélő prezentációt, mobile first prezentációt, 4-3-as képarányú prezentációt. És az egyik legfontosabb menürész a közösségi média. Itt előre predefinált tartalmak vannak. Tehát választhatunk Instagram bejegyzés, Facebook bejegyzést, Instagram történet. És amit láthatjátok, mindegyiknek más a mérete, ami az adott platformra optimalizálva van. Tehát egy Instagram bejegyzés az 1080x1080 képpont, míg egy Facebook bejegyzés 940x788 képpont, ami jelen pillanatban optimalizálva van a Facebookra. A következő a videó. Itt tudunk készíteni videókat, Facebook videót, videóüzenetet, mobil videót, videómontást, diavetítést, YouTube videót. A nyomatoknál névjegykártyát tervezhetünk, bögrére feliratot, képeslapot. A marketingbe plakátot, logót, szórólapot, szintén névjegykártyát, blokkszalagképet, e-mail fejlécet, ajándékutalványt, tehát gyakorlatilag ami egy mindennapi kampányhoz szükségünk lehet. Az irodába egy kicsit már inkább az irodai részeket, tehát jelentést, önéletrajzot, de akár számlát is tudunk készíteni. Az egyébbe pedig az összes olyan egyéb elem került, ami a többiben nem sorolható be. Tehát infografika, fotómontás, asztali háttérkép, magazinborító, zoom virtuális háttér. De itt is vannak ugye plakát, naptár, munkalap. És akinek ezek a méretek nem felelnek meg, még mindig választhatja az egyedi méretet, amit megadhatod a szélességet, illetve magasságot képpontban, inchben, milliméterben és centiméterben. A bal oldalt láthatod még ugye minden tervedet és a legutóbbi tervédet. Erre rákattintva látod az nemrég általad készített terveket. Ha megosztva veled, így gyakorlatilag egy előfizetés alá több tagot is be lehet hozni, tehát gyakorlatilag egy előfizetéssel több ember is tud dolgozni, és egymás között megoszthatjátok a félkész, illetve kész elemeket. Az arculatú csomagot akkor érdemes használnod, ha csak a saját dolgaidat készíted, hiszen akkor a feltöltött logót, az arculatot, tehát a színeidet, betűtípusodat be tudod állítani, és akkor, amikor megnyitsz egy új Instagram posztot, akkor gyakorlatilag ezek lesznek a előre definiált színek, már a logód elérhető lesz, akkor a betűtípusokod is ezt ajánlja majd. A tartalomtervező egy szintén nagyon fontos dolog, ahol előre be tudod állítani, hogy melyik nap, melyik poszt mikor kerüljön ki, amennyiben összekötöd a Canvádat az Instagram üzleti fiókoddal. Ez azért is jó, mert ha esetleg időszűkébe vagy, és van egyszer fél órád, egy órád, meg tudsz tervezni akár egy hétre, két hétre előre Instagram posztokat, és be tudod állítani, melyiket mikor posztolt. A minden mappában pedig a feltöltött képeket, logókat, zenéket, videókat tudod mappába rendezni, hogy ne ömleszve egy helyen legyen minden. Most menjünk vissza a neked ajánlókba, és a javaslatokra, és készítsünk egy Instagram bejegyzést, ami ugye 1080x1080 képpont lesz. Itt láthatjuk a vásznat, ahol gyakorlatilag dolgozni fogunk. Alap esetben a sablonokhoz kerülünk.
itt rengeteg előre elkészített sablon találhatunk, annak megfelelően, hogy mit nyitottunk meg, tehát most ugye mi Instagram bejegyzést nyitottunk meg, itt előre elkészített Instagram bejegyzések lesznek, tehát ha például logókat nyitjuk meg, akkor itt rengeteg kategorizált logót fogunk találni. Az itt elkészített sablonokat tudjuk természetesen szerkeszteni. Most kiválasztjuk ezt a sablont, és megnézzük, hogy mit tudunk vele csinálni. Tehát láthatjuk, van egy háttérben egy kép, van egy téglalap elem, és a téglalap elemen belül pedig vannak feliratok. Sőt, ugye ezt láthatjuk, ez a felső, ez két külön felirat, két külön szövegdoboz, míg az alsó pedig egyetlen. Minden egyes elemet tudunk mozgatni, a betűk méretét megváltoztatni, a betűknek a betű típusát megváltoztatni, és természetesen a színeit is, és itt van még egy nagyon jó része a Canvának, hogy itt van, alul vannak az alapértelmezett színek, és fölötte pedig az egyes elemeknek a színei, tehát például szeretném, hogy ez a felirat a tök egyik színe legyen, akkor kiválasztjuk a fotó színei közül ezt, és láthatjuk, hogy gyakorlatilag a tök színével megegyező színfeliratunk lett. Ezeket én most ki is törlöm. Ugye minden egyes elemet külön ki tudunk választani, ki tudunk törölni. Kivéve ezt nem tudom, miért nem tudom kitörölni. Végülis most nem fontos. Következő menüpont a feltöltések, ahol az általunk feltöltött képek, videók és hangfájlok találhatók, amit vagy egyszerűen drag and drop-a, tehát behúzzuk ide a médiafájlok feltöltésébe, vagy még erre rákattintva megkeressük a számítógépünkön. A következő menü a fotók, ahol gyakorlatilag szintén kategorizálva találhatunk rengeteg stock fotót, azaz szerzői jogvédelem alatt nem álló képeket. Itt is tudunk természetesen keresni. Én kiválasztjuk az ocelotot, és akkor már is az ocelotokat látjuk. Ráteszünk egy képet, amit ugye természetesen tudunk méretezni, illetve mozgatni, és a másik nagyon jó dolog, hogy vannak ezek a segédvonalak, amivel például középre tudom rendezni, de ha kiválasztok még egy képet, akkor ezt a képet is látjuk, hogy az előző képnek a közepéhez igazíthatjuk viszintesen, függőlegesen, de ha ráteszünk mondjuk még egy képet, akkor már az előző képhez is képest is látjuk, hogy az előző képhez képest középen van, az előző képhez képest ugye a széleit is láthatjuk, tehát hogyha azzal szeretnénk egy vonalba helyezni, akkor ezt nagyon egyszer látjuk, hogy már is a segédvonalunk mutatja, hogy most van a bal szélével egy vonalba, akkor kiteszük a jobb szélével egy vonalba. Tehát ezek nagyon jó kis trükkök, amiket tudunk használni. Keressünk egy szobát. Beteszünk ide egy darab szobát. Kinagyítjuk a képet. És most keressünk egy modellt. Ugye szeretnéd nektek mutatni egy nagyon jó kis trükköt. Rátesszük ezt a modellt. Tehát most látjuk, hogy ez a modell a szobában van, de ugye a háttere az még megvan ennek a képnek. Most ki van jelölve ez a képünk, rákattintunk az effektusokra, háttéreltávolító, és elméletileg most a Canva a kijelölt elemnek a hátterét eltávolítja. Egyelőre még dolgozik. És meg is tette. Amit láthatjátok, a modellünk most már háttér nélkül van a szobába. Gyakorlatilag az új általam berakott háttéren van már rajta. A következő rész az elemek, ahol nagyon sok elemet találhatunk.
vonalakat, alakzatokat, kereteket, matricákat, diagramokat, rácsokat, színátmeneteket. Kezdjük az elején a vonalak, megnyitjuk az összes megjelenítését, és innél tudunk így gyakorlatilag vonalakat ráhelyezni, amit természetesen tudunk méretezni, mozgatni, tehát mind a két végét meg tudjuk fogni, és melyik végét hova szeretnénk beállítani, a segédvonalak szintén megvannak. Viszont most ezt én szeretném kitörölni. Vonalakat bezárjuk, jönnek az alakzatok. Innél tudunk alakzatokat beszúrni, például ezt a négyzetet. Annak ugye a méretét szintén tudjuk változtatni, illetve csak az oldalát fogjuk meg, akkor csak az oldalát méretezzük át. Behelyezzük középre. Így. Megnézzük a színt, és láthatjátok, hogy már is hogy a fotószínei, illetve a modellünket, mint ez külön elem, az ő színeit is tudjuk választani. Kiválasztjuk ezt a bőrszínt, és itt fönt rámegyünk az áttetszőségre. És lejjebb vesszük az áttetszőséget 100%-ról, és gyakorlatilag az elem áttetszővé válik. Kiválasztunk még mondjuk egy szívet, ezt beállítjuk pirosra, ennek is levesszük az áttetszőségét, hogy ez is áttetszőbb legyen, illetve a méretét is lejjebb vesszük, így. Az elemeknél vannak még nagyon jól használt elemek, mint például ezek a keretek. Megfogom ezt a keretet, ezt betesszük ide a képünk közepére, visszamegyünk a fotókra, és megfogom ezt a fotót, és behúzom. És amint láthatjátok, a fotó magába csak a keretbe jelenik meg. Illetve még egy fontos dolog, hogy ha rámegyünk a fotókra, akkor láthatjuk, hogy ezek a fotók csak a Pro változatban nyerhetők el. Ez például ingyenes kép. Tehát akinek csak ingyenes kanvája van, akkor ezeket a Pro előfizetéses képeket nem tudja használni, ha csak meg nem veszi egyesével, vagy pedig nem csinál egy havi előfizetést. Viszont a Pro változatot ki lehet próbálni, egy 30 napos ingyenes kipróbálás van, amit ajánlok mindenkinek, hogy próbálja ki. Ezt kitörlöm, visszamegyünk a keretet is kitöröljük, visszamegyünk az elemekre, és itt van egy másik, amit én nagyon szeretek, az a rácsok. Kiválasztunk egy rácsot, és itt gyakorlatilag a rácsokba ugyanúgy, mint a kereteknél, be tudunk illeszteni képeket. Ezt nem szerette valamiért, ezt az ígyni. És gyakorlatilag így a képek a rácsokba kerülnek be, és gyakorlatilag itt nagyon szép montást készíteni. Egyesével ki tudjuk őket törölni, és akkor itt szépen visszatunk, szépen törölni mindent, illetve van még egy lehetőség a visszával, egyesével az általunk behelyezett elemeket egyesével visszavonni, hogyha arra van szükségünk. Igen, akkor visszamegyünk az elemekre, bezárjuk a rácsokat, és megnézzük a matricákat. Összes megjelenítése, és itt van rengeteg rengeteg matrica, amit szintén tudunk méretezni, odébb helyezni. Ezeket általában már nem tudjuk átszínezni, hiszen ezek egy előre elkészített matricák. És amit láthatjuk, mivel ez egy mozgó, ez egy animált matrica, láthatjuk, hogy ez a matrica ez 5 másodperc hosszú, tehát ha innét kezdve már ezt mind képet nem tudjuk letölteni, hiszen van benne egy animált elem. Ezt ki is töröljük. Visszamegy, mert a következő elem a szöveg, ahol tudunk hozzáadni címsort, alcímsort és szövegtörzset.
illetve előre elkészített szövegek is szerepelnek, ahol például láthatjuk, hogy van ennek például van szövegtörzse és címsora is. De valamelyiknél csak ugye egyetlen elem található. A hangoknál gyakorlatilag hangokat, zenéket tudunk hozzáadni hát a képhez, és gyakorlatilag így tudunk videót készíteni belőle. Egy előző videómban láthattátok, hogy hogyan tudunk animált képet készíteni, és ha arra ráhelyeztek egy zenét, akkor gyakorlatilag egy zenés videót tudtok készíteni. Szépen kitörjük az összes elemet, amit tudunk, és a következő pedig a videó. Itt is ilyen tematikusan vannak a videók, itt is gyakorlatilag ingyenes és pro videókat találhatunk. Ezt én most beteszem, szintén ki tudom rakni teljes, akár teljes képernyőse is, ahogy a igényünk diktálja. Erre mondjuk rá tudunk tenni egy darab, visszamegyünk az alakzatokhoz, egy darab négyzetet, amit lehúzunk ugye az aljára, és gyakorlatilag csinál bele egy téglalapot. Ennek a színét megváltoztatjuk a nekünk tetsző színre, és adott esetben ide beteltünk egy szöveget még, hogy még jobb legyen. Még ezt a shine-t nagyon szeretem. Kitöröm az alsó két feliratot. Ez pedig egy kicsit ide nagy, ezért átméretezem. Tehát vagy megfogom a sarkát, és úgy méretezem a szöveget, és akkor láthatjátok, hogy a szövegnek a mérete változik. Illetve hát itt is tudom fönt változtatni a méretét. De sok esetben sokkal jobb, amikor látod, hogy mekkora a helyed van, hogy behúzod akkorára, mekkora szeretnéd. És a segédvonallal szintén be tudom helyezni középre ezt a videót. Ez egy 20 másodperces videó, itt mégis tudjuk gyakorlatilag nézni. De most ezt nem is nézzük végén, ezt én is kitörlöm. A háttereknél gyakorlatilag szintén képeket találunk, illetve hát valahol ugye színátmeneteket, absztrakt képeket, textúrákat. És erre kattintva ez a kép bekerül alapvetően a kép hátterébe, és amit igazából valamilyen szinten tudunk mozgatni, de nem úgy, mintha egy kép lenne. Én ezt most be is zárom, ugyanis el fogjuk készíteni a videó YouTube borítóképét. Amit én már megtettem, de most úgy fogunk csinálni, mintha ez az előző videónak lenne a borítóképe. Készítünk belőle egy másolatot. Megnyitjuk, és láthatjuk, hogy a vásznon már is az a kép szerepel, amit én előre elkészítettem. Ezzel a képpel azért nem vagyok teljesen boldog, ezt én kitörlöm. Kell keresnünk egy olyan fotót, ami mondjuk marketing. Keresünk egy témához jobban illő képet. Talán ez, nem, ez se jó. Egy sötétebb hátterű kép jobb lenne. Hát végül is ez jó lesz.
is kitesszük így, és azt mondjuk neki, hogy hátrébb, jobb egérgomba és hátrébb küldjük. Leghátra, leghátra, ez így nagyon jó, mert akkor az azt jelenti, hogy nem jó, ez a kép ez pont nem jó, de mert nem lesz jó a mérete. Hát ez nem jó. Így kitöröljük egyszerűen. Persze, hogy hülyeséget írok, akkor nem jön össze. Social media. Nézzük. Ez egyre jó lesz, és akkor azt elküldjük leghátra. Ugye a Canva logót azt gyakorlatilag az elemeknél beírom, nem Canva, igen, Canva, és már is itt vannak a Canva logók és a Canvás képek, amiket tudok használni. A logómat már beszúrtam, ezt a bemutató szöveget már beszúrtam, egy Canva logó. Ugye az előző videóban bemutattam, hogy ezeket az elemeket hogyan tudom külön animálni, és akkor gyakorlatilag egy MP4-ben letölteni. Vannak különböző szűrők, amiket tudunk alkalmazni. Én általában nem szeretem őket. Effektusok, ahol ugye a háttérképet távolított, már bemutattam. Itt különböző másik effektusokat rá tudunk tenni a különböző elemekre egyesével. Tehát például nézzük ezt a Liquify-t. Ugye kicsikét folyékonyá tette a képünket, de ezt inkább visszavonom. Ezeket érdemes kipróbálni egyesével, ugye ez a Dúsztan egy kétszínű, ez belőle. Tehát ezek nagyon jó kis használható kis effektusok. Lehet ugye tükrözni viszintesen, függőlegesen, hogyha valakinek erre van szüksége. A pozíciónál szintén tudjuk előre, hátrébb tenni, illetve hát az igazítás az oldalhoz képes felülről, középre, alulra, balra, jobbra, szintén középre. És ugye itt van a áttetszőség, amit én most ennél a logónál hagyok 100%-on. Itt találhatjuk ugye a elkészített művünknek a nevét, ez nem lesz másolat. És a letöltésnél pedig le tudjuk tölteni PNG-be, JPG-ben, szokványos PDF-ben, nyomtatandó PDF-be, SVG-be vagy MP4 videóba. De miután ez egy kép, ezért gyakorlatilag videóként nincs értelme letölteni. Hát gyakorlatilag a legtöbb használatra a PNG az ajánlott, úgyhogy maradunk is a PNG-nél. Itt tudjuk ugye mi mindig méretezni, tudunk áttetsző hátteret adni neki. Ugye ebben az esetben eznek nincs értelme, hiszen ez egy komplett képről van szó. Ez is sajnos csak a próbáltozóban elérhető, illetve tudjuk a fájlt tömöríteni. Itt rákattintunk a letöltésre, és már le is töltődik a művünk. Amit egyébként akár ezzel a lendülettel fel is tölthetek, hogyha akarok vele még további műveleteket csinálni. Például, hogyha, és ezt meg is mutatom nektek, azt mondjuk, hogy vissza a modellhez, megint megfogjuk ezt a modellt, effektusok, háttéreltávolító,
Igen, eltávolította a hátteret, mondjuk ugye ez egy, persze ez de a méret pont nem erre van kitalálva, de most már nem fogunk más csinálni. Kiválasztjuk egy átlátszó tetsző háttér, letöltés. Megvárjuk, míg a képünk letöltődik. Kitörjük ezt a képet, innét visszamegyünk a feltöltésebe, és újra egyszerűen behúzzuk ezt a képet, és megvárjuk, hogy feltöltődik. Keresünk egy partot. Ez egy saját tapasztalat, hogy hiába tud magyarul a Canva, sokszor a keresési találatokban angolban sokkal több és sokkal jobb találatunk lesz. Megfogjuk mondjuk ezt a képet, ezt kirakjuk így nagyba, és a feltöltésekből a képünket megfogjuk, és így is meg lehet csinálni ezt. Sőt, akár csinálhatunk a modellünkből egy hármas ikret is. A mai napra ennyi lenne. Köszönöm szépen, hogy végignéztetek a videót. Amennyiben tetszett, kérem lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra a következő tartalmakért. Sziasztok!